Jester, lép fel az első kettőre, szerintem. Jó. De én nem értek a lovakhoz. Mindig a legfelsőn állj. Jó kell neki, hogy jól meg kell fogni. Nem így, ahogy láttam. Súlypont, vigyázz a súlypont. Hogy szeretnél? Hagyományteremtő szándékkal indították el 3 évvel ezelőtt a programot. Dömötöl Csaba, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárja számolt be az eseményről. Nagyon fontos, hogy időnként együtt legyünk, és a 8 iskola, akik együtt dolgoznak itt a centrum keretein belül, megismerjék egymást, és az itt dolgozók egy kicsit kötetlen formában is ismerjék meg egymást. Iskolák között is, iskolán belül is, mert azért ennek van egy ilyen csapatépítő jellege. A harmadik éve működünk, és van egy másik nagyon fontos és kiemelt célunk, ami pedig arról szól, hogy minden évben olyan helyre menjünk a megyében, ami valamilyen szempontból érdekes, izgalmas lehet. Meg kell ismerni mindenki számára. Így voltunk első évben Faddomboriban, tavaly a Györkönyi Pincefaluban, és most itt vagyunk Dombováron, a Szigeterdőben. Ugye nagyon imponáns helyen, a Kossuth szobor csoport árnyékában mondjuk így mellett, ami nagyon-nagyon fontos, egy ikonikus helye Dombovárnak, és én azt hiszem, hogy nagyon fontos az is, hogy az itt dolgozók, akik nálunk a szakképzési centrumban dolgoznak, megismerjék ezeket a helyeket, hogy később akár a családdal, vagy akár a tanítványokkal is el tudjanak ide jönni, és egy picit ismerjék meg a megyét is. Mai nap során nagyon sok közvetlen, kötetlen program van, elsődlegesen csapatépítésről szól ez a nap. A kollégák tudnak élőcsocsózni, nyomozós játékban részt venni, és még számtalan egyéb olyan lehetőség van, ami tényleg csak arról szól, hogy érezzük jól magunkat, érezzék jól magunkat, és hogy a csapat az csapattá kovácsolódjon, amennyire lehetséges. Mind a 8 iskolából itt vannak, ezt úgy szervezzük minden évben, hogy utaztatjuk a csapatot, buszokat rendelünk, és buszokkal hozzuk a helyszínre, visszük haza. Itt biztosítjuk a teljes napi ellátást, étkezést és az egyéb lehetőségeket. Hozzátette, jövőre is hasonló programokat szeretnének szervezni. Egyelőre ennek a közvetlen konkrét terve nincsen, meg az biztos, hogy a 4. helyen egy teljesen új helyszín lesz, biztos, hogy a megyében, és biztos, hogy egy olyan helyszínen, amit érdemes ismét megnézni, hogy ez most éppen a megyének melyik része lesz, az majd az a kis stáb, aki ezt egyébként hivatott átgondolni és megtervezni, ő erre majd tesz egy javaslatot, és hát szerintem egy-két hónapon belül már ez is eldől. Az eddigi tapasztalataink azok mindig azt mutatják, hogy jól érezték magukat a kollégák. Első alkalommal még nagy volt a várakozás, nem tudták, mire számítsanak, nem tudták, hogy mi fog történni. Pozitív volt nagyon az első éves visszajelzés. Tavaly egy nagyon izgalmas helyszínen voltunk, ami olyan szempontból izgalmas, hogy azért egy pincefalu az nagyon kevés van országosan is, és a Györkönyi pincefalu az egy ilyen kis gyöngyszem, egy ilyen kis eldugott gyöngyszem mondjuk így, és mindenki rácsodálkozott, hogy ó, ebben a megyében ilyen csodák vannak, igen, ebben a megyében pontosan ilyen csodák vannak. Ezért ott is egy nagyon pozitív érzéssel jöttek el a kollégák. Én azt várom, hogy itt is az lesz, hiszen ez meg egy nagyon egy más szempontból impozáns környezet. Gyönyörű ez a park, gyönyörű ez a helyszín. Kicsit a történelem szele is lengedez itt, ha körbenézünk. Én nagyon hiszek abban, bízom abban, hogy az idén is pozitív lesz ez a visszajelzés. Pintér Szilárd, a város polgármestere is részt vett az eseményen. Mindig nagyon büszke vagyok, hogy itt a Szigeterdőben megyei rendezvényeket tudunk tartani, hiszen azért évről évre több megyei rendezvény került megrendezésre. Azt gondolom, hogy a környezet nagyon méltó, ugyan a természet nem a legszebb arcát mutatja, minden megnyitomban is mondtam, hiszen kicsit ilyen őszi hangulat van, már leestek a fáról a levelek, de hát remélem, hogy mindezek ellenére az ideérkező 400 szakközési centrum dolgozó nagyon jól fogja magát érezni. Mi napok óta készültünk erre a rendezvényre, megpróbáltunk magunk körül rendet rakni, hiszen mindenki, amikor vendéget vár, akkor megpróbál kitenni magáért, mi Dombováron ilyenek vagyunk. Ez egy olyan emlékhely napjainkra már, hiszen 1973-ban került a Sziget csoport befelejtásra a Kossuth szobor csoport. Tavaly ünnepeltük ennek az 50. évfordulóját. Nyilván nagyon fontos, hogy 2027-ben ez a szobor csoport 100 éves lesz, hiszen eredeti állapotában akkor helyezték itt Budapesten a Kossuth Lajos térre. Mi szeretnénk ezt a szobor csoportot felújítani, újra gondolva újra rendezni, és már itt invitáltam most is mindenkit, hogy 27-ben, ha előbb Isten térjenek vissza Dombovára, és nézzék meg a falaitott Szigeterdőt. Molnár Gábor testnevelés szak
Ákos tanára Tamás Iváyi Péter szakképzőiskolából érkezett. Az volt a feladat, hogy a rekeszekből kellett minél magasabb tornyot építeni, úgyhogy be voltunk kötve egy ilyen beülőbe, és egy ember segíthetett alulról, aki adogathatta fel a rekeszeket, és minél magasabbra kellett fölrakni, 13-at, azt mondta az úriember, 13-at lehetett volna fölrakni maximum, 9 sikerült. Egy 9 állomásos versenysorozaton megyünk végig, 4 állomáson vagyunk jelenleg túl, és egy ilyen izgalmas feladat áll itt előttünk, aminek még nem tudjuk, hogy pontosan hogyan fog zajlani, de logikai, ügyességi és sportvetélkedő együtt tartalmazza igazából ezt az egész 9 állomást, úgyhogy izgalmasnak ígérkezik. Nemrég jöttünk és belecsöppentünk rögtön ebbe a versenybe, úgyhogy igazából most így a csapat fele van itt ebben a versenyben. Mi egészen, hogy egészen jól érezzük magunkat, sokat nevettünk már eddig is, jók a feladatok. A csapat másik fele meg gondolom nagyon szurkol nekünk. Mindenképpen azt gondolom, hogy összekovácsolja a csapatot, így az intézményi szinten, és akkor nagyon várjuk a délutáni fordulót, ahol intézményközi versenyek lesznek, és akkor még több embert tudunk megismerni a kollégák közül. A Szigeterdőben közel 400 fő mérettette meg magát a különböző ügyességi feladatok során.